was born with a gift. I see what no one else sees. Üdvözletünk! Kevés olyan fejlesztőcsapat van a világon, akiknek játékait semmiképpen sem szabad kiadni, de a francia illetőségű Quantic Dreams mindenképpen ehhez az illusztris társasághoz tartozik. A David Cage vezette bagázs nem tett le sok címet az asztalra, de amit mégis, azokat máig nem felejtettük el, gondolok itt a Fahrenheitre, vagy éppenséggel a 2010-ben robbantott Heavy Rainre. A csapatnak tehát múltja van, ezért hatalmas elvárással tekintünk a Beyond Two Souls-ra is, ami a Heavy Rainhez hasonlóan PlayStation 3 exkluzívként lát napvilágot október 11-én. A Quantic Dreams minden eddiginél továbbment annak érdekében, hogy összemossa a filmek és a játékok közötti vékony határvonalat, az előzetesek alapján pedig elmondhatjuk, hogy ez nagy valószínűséggel sikerülni is fog nekik. This is Ryan Clayton from the CIA. The agency wants you to join their military school program at Camp Perry. You have to go with them, Jody. A történetben egy Judy Holmes nevű lányt alakítunk, akit egészen a kisgyermekkorától kísérünk majd végig, a lázadó kamaszkoron keresztül, egészen a felnőtté válásig. Bár a kislány külsőleg hétköznapinak tűnik, valójában nem az, hiszen egy Aido nevű entitásnak hála olyan képességekre tesz szert, amit maga a kormány is szeretne láncra verni. Ebből kifolyólag a dráma minden formáját megtapasztaljuk majd, küzdve a bezártság a kísérleti alanyként való bánásmód ellen, később pedig különleges katonaként a harcmezőn hozott döntéseink súlyos alatt fogunk nyögni, nem egyszer életekkel játszva. De a természet feletti erőket nem lehet megzabolázni, így hát elindul a versenyfutás, ami alatt mindenki átértékeli a valódi élet értelmét, és talán rájöhetünk arra is, hogy mi vár ránk a halál után. Mint látható, a játékban komoly kérdéseket feszegetnek, melyekhez ráadásul olyan színészek munkáját sikerült megnyerni, akiket öröm lesz nézni. A főszereplő Judith Ellen Page alakítja, akinek minden arcrezdülését bedigitalizálták a nagyobb élmény érdekében, de szintén igaz ez a Nathan Dawkins kutatót játszó William Dafoe-ra is. Szerencsére nem csak a karakterek megformálására fektettek hatalmas hangsúlyt a Quantic Dreams-nél, hanem a látványra is, ami valami elképesztőnek ígérkezik. A helyszínek maximálisan realisztikusak lesznek, az effektek pedig zseniálisak, főleg mikor Aidonnal rosszalkodunk, a testekből távozó lelkek látványa pedig egyszerűen hátborzongató. A karakteranimációkra, az átvezető jelenetek részletességére és finomságára garancia rengeteg motion capture felvétel és a már említett valódi színészi játék. Szóval a Naughty Dog csapatát követően a franciák is bemutatják nekünk, hogy van még erő a jelen generációs konzolokban, szinte filmszerű élmény vár majd ránk a tévéink előtt ülve. Erre erősít rá majd a zene is, amit nem kisebb nevek komponáltak, mint az Assassin's Creed 3-on is tevékenykedő Lon Balf, valamint Hans Zimmer, akik a korábban elhunyt Norman Corbeil helyét vették át a hangstúdióban. A játék menet a számos drámai szituáció mellett az izgalmas akció részeket sem fogja nélkülözni, melyekben mi is részt vehetünk majd a QTE szekvenciákkal, nem egyszer kimászva így a legdurvább slamasztikából. A játékban egyébként helyt fog kapni egy úgynevezett dual mód is, ahol egyszerre ketten játszhatunk, igaz, amíg egyikünk irányítja Judith, addig a másiknak várnia kell, hogy kezelhesse Aidont. Külön érdekesség, hogy a második játékos egy tablet vagy okostelefon segítségével léphet be a kalandba. Szóval a Beyond Two Souls ismét egy olyan cím lesz, ami még a jelen generációra érkezik, de egyszerűen nem lehet kihagyni. Úgy tűnik, a Sony-nak igaza volt abban, hogy nem szabad elfeledkezni a mostani gépekről sem, hiszen a Beyond Two Souls mellett korábban már befutott a The Last of Us is, nemrég megérkezett a GTA 5 is, és karácsonykor befarol még a Gran Turismo 6 is. Na de a bankrablós gengszterkedés után és az autóversenyzés előtt még egy igazi filmes élménnyel is gazdagodhatunk. Köszönjük a figyelmeteket! Sziasztok!